Folyamatosan érkeznek az ukrán menekültek Magyarországra. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán osztotta meg a magyar-román határon készített felvételeket, ahová szerdán ellátogatott. Csengersinai határátkelőnél vagyunk. Ez itt a magyar-román határ. Itt is érkeznek Magyarországra menekültek, ukrán menekültek, akik Románián keresztül közelítik meg Magyarországot. Több ezren jönnek naponta autókkal, hadsávon keresztül folyamatos az áthaladás. A rendőrök erőiket megteszítve dolgoznak, gördülékenyen megy minden, és a vöröskeresztesek pedig a gyerekeseknek nyújtanak segítséget, adnak enni és innivalót. Orbán Viktor hozzátette, jövő héten egy nagyobb hullám várható, ezért ezt az átkelő pontot megerősítik, hogy az ország tudja fogadni a menekülteket. Magyarországon nagy az összefogás, közösségek és egyének felajánlásai érkeznek. Mindenki szeretne segíteni kétkezi munkával vagy pénzzel. Erről már Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár beszélt Lóréven egy rendezvényen. Elmondta, a támogatások eljuttatásához szervezettség szükséges. Nagyon kérünk mindenkit, hogy tartós élelmiszert és esetleg pelenkát, gyermekápolási eszközöket gyűjtsenek most. Ruhára most nincs szükség, másra most nincs szükség, lejárt élelmiszerre nincs szükség. És azt is kérjük, hogy a segítségpontokra, határmenti 5 település segítségpontjaira ne vigyenek már semmit, jó szándékkal sem, mert az ottani raktározást, illetve munkát is ez akadályozza. Soltész Miklós hozzátette, ha valaki a határ közelébe szeretne támogatást eljuttatni, akkor az aranyosapáti raktárba vigye, ha pedig valaki nem szeretne ekkora utat megtenni, akkor a segíteni szándékozók karitatív szervezeteket keressenek meg. Továbbra is él a 1357-es adományvonal. Eddig több mint 700 millió forint támogatás érkezett a menekültek megsegítésére. Volt egy első nagy adományozási roham. Székesfehérváron az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központba várják az adományokat. Tisztül Herrik, az intézmény vezetője elmondta, nem hagyott alább az adományozási kedv. Magánszemélyektől, munkahelyi közösségektől érkeznek csomagok. Itt látszik mellettem is a raktárba, hogy mind a tartós élmiszerekből, pelenkákból, higiéniai eszközökből, tisztálkodási szerekből jócskán kaptunk felajánlásokat. Amire most szükségünk van, amit most gyűjtünk, azok inkább a tartós kenyerek, tehát a csomagolt kenyerek, a száraz tészták, illetve a burgonya. Székesfehérvár adományszámlájára is gyűlnek a felajánlások. Ha valaki szeretne anyagi támogatást nyújtani, akkor a képernyőn látható számlaszámra utalva megteheti.